mondják, hát azok, akik félik az Urat, örök az ő irgalma. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, és ő meghallgatott engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nékem? Erőm és énekem az Úr, ő lett az én szabadítóm. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örök az ő irgalma. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Semó Uci Bože, vala tebe za tvoju ránu milosť. Storu si zachoval našich predkov a storu aj náš ochraňuješ každodenne. Prosíme ťa, poženaj našu spoločnosť, aby sme s nadejou pozerali aj do budúcnosti, aby sme mohli žiť spolu v pokoji, rozumení a v láske. Do tvojej lásky poručame každého občana našho mesta. Prosíme ťa, daj nám silu a vytrvalosť, že by sa naša osáda prostredníctvom našej práci stále krašňovala, ale aby sa aj spoločenský duch rozširoval medzi ľuďmi dožijúcimi. Tvoj svätý syn Ježiš Kristus takto hovorí, pretože bez mňa nemôžete nič konať. Prosíme ťa, nedaj nám na to nikdy nezabudnúť. Daj nám, aby sme si naše dny a naše veci do Jeho rúk odovzdať mohli, že by sme Jeho meno na veky na pomoc volať vedeli. Pre slávu a čest Tvojho mena požehnaného. Mindenható Isten, hálát adunk neked, megtartó kegyelmedért, amivel hűségünket megőrizted és őrzöl bennünket minden napon. Kérünk áld meg közösségünket, hogy a jövő elé is reménységgel tekinthessünk, békességben, egyetértésben, szeretetben élhessünk együtt. Szeretetedbe ajánljuk városunk minden lakóját. Kérünk, adj erőt és kitartást, hogy munkánk nyomán tovább fejlődhessen, szépüljön településünk, de épüljön a közösség is az itt élő emberek között. A te Szent Fiad Jézus Krisztus mondta, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kérünk, ne engedd ezt soha elfelejtenünk. Hát, hogy minden napunk, dolgunk az ő kezébe tudjuk tenni, és az ő nevét mindenkor segítségül hívjuk. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, azt az igét, amelyet megírva találunk a 127. Zsoltárnak az első két versében, és egy igét a tehetjük fennállóval. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amen. A ünneplő gyülekezet Krisztusban szeretett testvérek. Nagy nagy szeretettel köszöntök mindenkit Szarvas városának ünnepén, az szarvasi evangéliumoknak az ünnepén. Azon a ünnepségen, városi ünnepségen, amelyet a szlovák kisebbségi önkormányzattal együtt szervezett meg az önkormányzatunk. Együtt vagyunk itt az Úrtemplomban, a város templomában, hogy visszatekintsünk és hálát adjunk. Örülök annak, hogy itt lehetünk, hogy ünnepelhetünk. Ebben az évben ezt érezzük, ezt tapasztaljuk, hogy ezek a szavak, amikor hálával kezdünk, hálát fogalmazunk meg egy alkalomért, hogy együtt lehetünk, akkor érezzük ennek a hálaadásnak valós súlyát, és látjuk azt, hogy sohasem biztos egyetlen egy rendezvény sem, nem azért, mert esik az eső, hanem éppen azért, mert nem lesz engedélyezve
az ilyen vagy ehhez hasonló ünnepségek a vírus helyzet miatt. Tehát adózunk az Úristennek hálával, köszönjük meg azt, hogy most éppen azt érezzük, hogy megőrzött, megóvott minket, és bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is ezt lenne. Ezt az óvó kezet, az Isten óvó tekintetét, védő szárnyát tapasztaljuk meg az elkövetkezendő időszakban is. Köszöntöm a kitüntetteket, akik itt vannak közöttünk, akik elismerést kapnak, és nagyon jó, hogy miközben visszatekintünk, miközben azt érezzük, hogy mit tettek a mi elődeink, mit tettek, hogy szépüljön, épüljön ez a város. Itt vannak azok, akik a jelenben sokat tesznek azért, hogy ez a város erősödjék, hogy ennek a városnak minden területen fejlődése legyen a jelen, hiszen ezt érezzük, bármilyen területre is tekintünk, hogy ez a város ilyen is fejlődik, erősödik. Isten tiszteleten vagyunk együtt, hálát adunk. Megköszönjük az Úristennek mindazt, amiben vezetett minket, mind abban, amiben segítségünk lett volt. Egy nagyon különleges zsoltár az, amiben megszólít minket. Ez a különleges zsoltár, ami egy reflektálás, egy imádság. Dávid fogalmazza meg ezeket a gondolatokat, hogyha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az ők. Hiába keltek korán és megüztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ha utazunk az országban, különböző településeken, akkor láthatjuk, hogy micsoda óriási különbség lehet egy-egy település között. És ahhoz, hogy megértsük, hogy miért alakulunk ki egy-egy városnak az arculata másként, ahhoz természetesen látni kell annak a történetét. És vannak olyan városok, amelyek ugyanolyan adottsággal bírnak. Néhány kilométerre egymással, néhány 10-20-30-100 kilométerre vannak egymással, ugyanolyan lakosságszámban vannak, ugyanolyan adottsággal bírnak, és mégis egészen más fejlődési irányokat vettek. Ha megnézzük, akkor látható ezeknek a városoknak a története, és visszatekintve mindenki el tudja mondani, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt ki döntött rosszul, hogy ne itt menjünk vasútvonal, vagy éppen hogyan ment át másik helyre, másik városba egy adott intézmény, vagy éppen központja a megyének, sok-sok ilyen város tudunk így felsorolni az országban, ahol fejlődési évek voltak, majd aztán vissza a fejlődése. És nem igazán lehet tudni, hogy mi az oka. Egy visszatekintve, mintha olyan lenne, hogy egyes városokon az érthető, vagy az érezhető, mint az Isten áldása lenne. Nem tudni, hogy miért, nem tudjuk, hogy milyen módon történik ez, de mintha megállt az Úristen. Nagyon sokáig ez érezhető volt itt ezen a településen is. Talán az Úristen áldása volt, hogy egy olyan lelkész, mint Esedik Sámuel itt szolgált ebben a városban, és mindazt, ami ennek a városnak az életéhez hozzá tartozik, a mezőgazdaság és annak a tudományos erősítése is, bizony az ő nevéhez kapcsolódik, ő indított el, és erősítette ezt hűségesen, emlékezzünk meg róla, hiszen 200 évvel ezelőtt mondta el, december 27-én lesz az ő évfordulója is. Az Isten áldása, aki sok mindenen keresztül megtapasztalható. Megtapasztalható a múltban, de megtapasztalható a jelenben is. Megtapasztalható, és ez lenne jó, ami mindannyian ezt éreztetni. És ez nem azt jelenti, hogy bele kell ülni valamiben, amit örökségül kapott az ember. Bele kell ülni egy olyan városba, egy olyan közösségbe, amelyet
megtapasztal az ember, és vissza-vissza tekintve azt látni, hogy milyen jó döntéseket hoztak a múltban. Hanem keresni kell az új lehetőségeket. Keresni kell azt, ami előre mutat. Gondoljuk az ősökre, gondoljunk azokra, akik ide szarvasra érkeztek. Két dolog volt, amit ígéretként kaptak. Az egyik az, hogy kevesebb terhet kell nekik fizetni. A másik pedig az, ami talán a legfontosabb volt, hogy a vallásukat, a hitüket, a szabadon gyakorolhatják. És a kettő oly erőt adott nekik, de fejlődést azt láttuk. Azt is láttuk, hogy voltak nehéz pillanatok, azt is láttuk, hogy évtizedekig szenvedett, például azért, hogy kiállt a magyarok szabadságharcában, kiállt és elsőként csatlakozott ehhez a küzdelemhez, utána évtizedekig szenvedte meg Eván is ennek az eredményét, ezt is látjuk és ezt is tudjuk. Néha a hűségért is meg kell szenvedni, amit Szarvas 1848-1849 után tapasztalt meg. De az maradt, hűséges maradt Magyarországhoz, a szabadsághoz ragaszkodott. Ragaszkodjunk ahhoz is, ami minket megtart, aki minket megajándékoz. Ragaszkodjunk a hitünkhöz, ragaszkodjunk azért ahhoz a hithez, melyet Isten minket megajándékozott, amiért ide érkeztek erődeink. Azért, amit szabadon megvallhattak, és ami az életet jelentette az ő számukra. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az nők. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtságot szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Tapasztalja meg minden szarvason élő az Istennek a szeretetét. Tapasztaljuk meg ezt a szeretetet, ami fentről jön. És ezzel a szeretettel forduljunk egymás felé is. Egy-egy városnak talán a legnagyobb problémája is mondja az lehet, ha széthúz. Az, hogyha első viszályt emésztik, ami túlmutat azon, ami a város életéhez hozzánk tartozik. Óvjuk és őrizzük ezt a várost ettől. És bízunk az Úristennek a szeretetében, az ő segítségében. Őrizzük meg mindazt, amiért a város alapítók most sokat tettek. Őrizzük meg a hitet, őrizzük meg ennek a földnek a szeretetét, és ragaszkodjunk ehhez a városhoz. Most pedig együtt adjunk hálát az Úristennek, mindazért, amivel megajándékozott minket. Vezessen továbbra is ezt a városot, és vezesse az itt élőket, hogy mindannyian büszkén Szarvasinak a vallásuk legyen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel áldunk meg előtted, és köszönjük a te ajándékod. Mindazt, amit az elmúlt évszázadokban ebben a városban te tettél. És kérjük, hallgass meg most imádságunkat, amikor együtt fordulunk hozzád, és együtt kérjük segítségedet a tőled tanult imádságon keresztül. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden a mi kenyerünket, add meg nekünk ma. Bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenek védkezőknek. És ne védj őket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom. Köszönjük, hogy minden
Látod a sok fa levelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbnek is van, mélyen lenn a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, igaz? Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet. Érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereit. És akinek nincs gyökere, elvész. Mi, akik ma itt összegyűltünk megünnepelni a város 298. születésnapját, itt maradtunk és megmaradtunk, hogy éltessük azt a fát, mely közel 300 évvel ezelőtt ültettek el, s mely talán éppen most éli virágzását, hisz oly sokan táplálják azt tudásukkal, tetteikkel, életük munkájával. Nekik szeretnék ma köszönetet mondani díjak, elismerések adományozása formájában. Külön tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Emil Kuhárt, Szlovákia Békéscsabai Főkonzulátusának főkonzulját. Dr. Skorka András, a Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét. Frankó Annát, Szarvasváros Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét. Babák Mihályt, Szarvasváros polgármesterét. Dr. Melis János, Szarvasváros címzetes főjegyzőjét. Erdély István, díszpolgárt. Köszöntjük a település alpolgármesterét, a képviselőtestület valamennyi megjelent tagját, a kutató és oktatási intézmények vezetőit, munkatársait, a védelmi szervek vezetőit, a díjazottakat, valamint minden kedves vendéget, aki elfogadta a meghívást erre a mai születésnapra. Ünnepségünk elején Boronyák Gergely, a Cervinus Teátrum művésze, Petőfi Sándor, Sors, nyisd nekem tért című versét mondja el. Sors, nyisd nekem tért. Hadd tehessek az emberiségért valamit. Nem vagyunk ki haszon nélküle, nemes láng, mely úgy hevít. Láng van szívünkben. Égből eredt láng, felforraló minden cseppért, minden szívütésem egy imádság a világ boldogságaért. Ó, vaj, ha nem csak üres beszéddel, de tettel mondhatnám el ezt. Legyen bár tettemért a díj egy új Golgotári, új kereszt. Meghalni az emberiség javáért. Mi boldog? Milyen szép halál? Szebb s boldogabb egy hasztalan élet minden kémán urainál. Mondd, Sós, ó, mondd ki, hogy így halok meg éjszentül. Én elkészítem saját kezemmel azon keresztfát, amelyre fölveszítettem. Mint azt tapasztalhatják, ebben az évben kicsit családos a város születésnapja. Sőt, sokáig az sem volt biztos, hogy közösen megünnepelhetjük a járványhelyzetre való tekintettel. Éppen ezért nincs ma közöttünk Domokos László, az állami számvevőszék elnöke, Szarvasváros díszpolgára sem, de elküldte számunkra üzenetét, melyet most felolvasok önöknek. Szarvasvárosának díszpolgáraként szeretném köszönteni a házigazda Szarvasváros polgármesterét, Babák Mihály urat, valamint Szarvasváros Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét, Frankó Anna úrhölgyet. Őszintén nagyra becsülöm a hagyományaik megőrzése és ápolása érdekében tett erőfeszítéseiket. A hagyomány, gyökér, megtartó erő.
erő, amely segít megkapaszkodni, segít embernek maradni a sokszor pusza és kegyetlen világban. A hagyomány olyan érték, amit a közösség megőrzése és továbbadása méltónak tart. Amennyiben nem adják tovább, elveszíti lényegét, megszűnik az éltető forrás lenni. András Falvi Bertalan néprajztudós szerint nem a hagyománynak van szüksége az őrzésre, hanem nekünk, embereknek van szükségünk a hagyományra, hogy boldogabbak és egészségesebbek legyünk. A török pusztítás után Szarvast közel 300 évvel ezelőtt szlovák telepesek építették újjá, akik a legrosszabb időben is kitartottak, bíztak a jövőben, és ezt a gyönyörű körösparti várost választották otthonuknak, családjuknak. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy az embereknek legyenek gyökerei, amelyekhez ragaszkodnak, hiszen ez jelenti azt az egyik legfőbb iránytűt az életben. Szarvas pedig egy olyan város, amelynek lakói vigyáznak az őseiktől kapott örökségre. Végül levelemet Hérakleitosz ókori görög filozófus gondolatával zárom. Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami, amiért érdemes élni, küzdeni. A rendezvény keretében Szarvasváros önkormányzata által átadott kitüntetetteknek és a díjazottaknak ezúttal is gratulálok. Tisztelettel, Domokos László. Kedves vendégeink! A település újkori történelme 1722-től számítható, amikor báró Harukken János György főként felvidéki vármegyékből szlovák jobbágy családokkal újra benépesítette az elnéptelenedett vidéket. A település azóta is ápolja szlovák gyökereit, mind a szlovák nyelv átörökítésében, mind pedig a kultúra átadásában. Felkérem Frankó Annát, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyát, hogy ossza meg velünk gondolatait. Cti svojich predkov, pretože skrze nich si získal život a zdedil si Boha a vlast. Vážený pán generálny konzul, vážený pán podpredseda celoštátnej slovenskej samosprávy, vážený pán primátor, vážený pán prednosta, vážení členovia mestského zastupiteľstva, milé dámy, vážení páni. Pozdravujem vás so slovami Alberta Vasa pri dvojitého výročia nášho mesta, keď teraz spolu oslavujeme 298. výročie znovu založenia nášho mesta a 54. výročie jeho vyhlásenia za mesta. Pokračujem s myšlienkami Samuela Tešedíka. Mal som nádej, že aj na mojom hrobe vyrastú tie kvety, ktorých semená varí predčasne, varí do neúrodnej pôdy, ale s dobrou nádejou som zasial. Tisztelt őseidet, hiszen nekik köszönheted az életet, tőlük örökölted az Isten és hazát. Tisztelt főkonzul úr, tisztelt alelnök úr, polgármester úr, címzetes főjegyző úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyek és urak! Köszöntöm önöket Vas Albert gondolataival városunk 2. jubileumán, amikor újra telepítésének 298. évfordulójáról és várossá nyilvánításának 54. évfordulójáról emlékezünk meg. Engedjék meg, hogy gondolataimat Tesedik Sámuel idézetével folytassam. És reméltem, hogy az Isten is megsegít, a síromon majd ki fognak kelni ama virágok, melyeknek magvait talán idejekorán, talán terméketlen földbe, de jó remény fejében vetettem. Prečo práve tieto myšlienky? Odpoveď podľa mňa je jednoznačná. V tomto roku si pripomenieme 200. výročie úmrtia Samuela Tešedíka a dôkazom odznevých slov je aj to, že tu teraz spolu oslavujeme v jeho kostole. Tá neúrodná pôda počas takmer 300 rokov vďaka pracovitým Szarvasanom sa zmenila na úrodnú. Miért éppen ezekkel a gondolatokkal? Számomra a válasz egyértelmű, hiszen ebben az évben emlékezünk meg Tesedik Sámuel halálának 200. évfordulójáról, és a gondolatok
bizonyítéka is, hogy ma itt az ő templomában gyűltünk össze. Az a terméketlen föld a közel 300 év alatt a dolgo szarvasiaknak köszönhetően termékenyé vált. Milio slavujúci, dnešní deň je aj dobrou príležitosťou, aby sme si spomenuli na dejiny nášho mesta, na ktorý sme právom hrdí. Trošku sme sa zastavili, premietli tie významné udalosti, ktoré sa hlboko vrili do našich životov, ba aj do životov našich predkov. Tisztelt ünneplők! A mai alkalom, mai jeles nap jó alkalom arra, hogy felidézzük városunk múltját, amelyre büszkék lehetünk. Emlékezzünk meg, s vetítsünk le néhány jelentős mozzanatot, mely ilyen beívódott az életünkbe, sőt az elődeink életébe is. Prváltakáto významná udalosť sa konala práve pred 290-tými 8-mi rokmi, keď 23. júla 1722 naši predkovia tu na území nášho mesta so správcom Juraja Baróna Harukerna Jánom Spúrerom podpísali osadnícku dohodu, verili v lepšej budúcnosti. Tisztelt ünneplők! A első jelentős esemény, amelyet megemlítek, éppen 298 évvel ezelőtt történt, amikor őseink hosszú út után megérkeztek és letelepedtek az akkori városunk területén, itt találtak hazát, s bízva a jövőben 1722. július 23-án Báró Harukken György intézőjével Spórer Jánossal aláírták a letelepedési szerződést. My, Slováci, ktorí korene siahajú až do 18. storočia, sme im vďační, že tu môžeme žiť. My is, Slovákok, akiknek a gyökerei a 18. századig nyúlnak vissza, hálásak vagyunk nekik, hogy itt élhetünk. Prvé desaťročia si vyžadovali ťažkú prácu, ale naši predkovia sa nevzdali. Samuel Tešedík 53 rokov slúžil mestu, rozvinul ho, postavil kostol, tu založil prvú hospodársku školu v Európe. Vďaka jeho vytrvalej činnosti a jeho pokračovateľom naše mesto sa pekne a postupne rozvíjalo a stalo sa poľnohospodárskym mestom. Verím, že tie predčasne zasiaté sievená aj v dnešnej dobe nájdu úrodnú pôdu, vyklíčia a aj my budeme mať pokračovateľov. Az első évtizedek nehéz munkát követeltek, de őseink nem adták fel. Tessedik Sámuel 53 évig szolgálta a szarvasiakat, fejlődésnek indította városunkat, templomot épített, s itt alapította meg Európa első gazdasági iskoláját. Kitartó munkájának és követőinek köszönhetően városunk jelentős fejlődésnek indult, vált mezőgazdasági várossá. Hiszem, hogy azok az idejek után elvetett magvak a mostani időben is termékeny talajt találnak, kihajtanak, s nekünk is lesznek követőink. Milio slavujúci, dovolte mi, aby som na záver opäť citovala Alberta Vasa. Moja úloha je postaviť most medzi minulosťou a budúcnosťou a zabudovať do tých stĺpov všetko, čo je vhodné preniesť z minulosti do budúcnosti. Tisztelt ünneplők, engedjék meg, hogy zárásként ismét Vas Albert gondolatait idézzem. Az én dolgom az, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. Beépítsek a hídoszlopaiba mindent, ami arra érdemes, hogy a múltból a jövendőbe átvigyük. Gyakorlom az avasú pozornost. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen! Felkérem Babák Mihályt, Szarvasváros polgármesterét, hogy öntse szavakba mindazt, amit 298 esztendővel az újratelepítést követően ez a nap üzen nekünk itt élőknek. Lehetetlen dologra bár megkísérelhetem, de nem hiszem, hogy a történelmet azt újra meg kell élnünk, ott tanulnunk kell a hibáival, és jövőnket kell, és mánkat kell boldogabbá, okosabbá tenni. Ez a feladat, és nagy hívás számunkra. Sokszor elgondolkodom azon, hogy öregek vagy fiatalok. Szóval
298 év egy település életében sok generáció. De ha belegondolok abban, hogy azok a tótok, akik eljöttek a felvidék ide, megalapítani ezt a várost, milyen vállalkozó szellemek voltak, milyen merészek voltak, bíztak és hittel voltak a jövőben. Tótok voltak, de jöttek és magyarok lettek, mint ahogy mi is, mert nekünk ez a hazánk. Beszéljük bármely nyelven, tartozunk a világ bármely részén, a magyarok azok mindig összetartoztak. Én tisztelt hölgyém és nem kedves ünneplők, én köszönteni jöttem a városomat, a Szarvasváros képviselőtestület nevében is, mert hogy születik. És mint mondtam, 298 év nem nagy idő, de arra gondolok, hogy ezekben a rögökben, amely város alatt van, ezekben az utakban, hányan jártak és hányan törődtek, vérük, verejtékük, gondolatok, bizakodásuk. És ha egy házra gondolok, akkor itt a város templomban, itt az első közösségi házban, Isten házban, a szarvasok első közösségi tere, ahol összegyűltek, ahol a papként prédikálta, a pap lépéseket tanított, nevelt és hitre mutatott és biztatott. Ugyanakkor sok mindennel foglalkozott. És akkor eszembe jut az is, hogy tudunk ma mi 2020-ban olyan magvakat nevelni, és vagyunk-e olyan mag, mely a testetek is álmodott, amely meghal azért, hogy szaporodjon, hogy gazdagítson minket. Itt a búza szem, amelyet elvetünk, és meghal a földben, de új életet hoz számunkra. Mert táplálékban, amit közeleg a kenyér ünnepő, augusztus 20. államiságunk ünnepére. Eszembe jutottak ezek a gondolatok, mert ez egy fontos dolog, hogy egy mag, egy szem meghal azért, hogy értessen minket. Ilyen a világ is. És vagyunk-e ilyen magunk, tudunk-e termelni? Vagyunk-e mi magunk is ilyenek, akik olyan dolgokat hagyunk, amelyel gazdagszik majd a jövőnk, a gyerekeink. Igen, ez nagy kihívás mindenki számára, és úgy gondolom, hogy az eltelt 298 is arra bizonyság, hogy mi hazát találtunk, ahogy mondtad, gyökereket eresztettünk, mint a saját gyökereinket, és bárhol vagyunk a világba, sosem felejtjük el, hogy hol születtünk. Manapság nagyon nagy divat a globalisták szemlélete, amelyek nem városokat, nem országokat, nem autonóm államokat, nem kormányokat, hanem ilyen katyvaszt kívánnak kialakítani. Ilyen globálisták, mi pedig magyarok rögzítettek vagyunk, mert gondolatunkban mindig azok az értékek vannak, amelyekből meg tudtunk élni. Nem az ideológiák, azok értékek, amelyeket megírtunk, és amelynek megvan a mintájuk, helyes és jó. Én úgy gondolom, hogy nekünk vitatkozunk el és harcolunk kell azért, amit elértünk, azért a bölcsességére, amit az öregeit ránk hagytak, hogy tovább vigyük, nekünk szükség van hitre, reményre, szeretetre, szükség van magunkra, autonómiánkra és önrendelkezésünkre, és maradjunk csak lokálisan. Mert olyan, mint a kaptárban a méhek otthonan, sok sejtből áll, de egy család. Igen, a város egy család, apám mindig figyelmeztet arra, hogy kisfiam, ne feledd el, hogy a város az nem épületek tömege, hanem egy nagy család, akiről gondoskodni kell, és ébrét szőni kell. És munkára kell bírni mindazokat, akik alkotó erővel ezt a közösséget gyarapítani kívánják, úgy, mint előttünk jártak. Tesszük, mi ez jól? Legyen úgy, hogy tegyük, és jól tegyük. És ne gáncsoskodjunk, ne kisítüsködjünk, hanem tudjunk örülni egymásnak, sikereinknek, és annak, hogy jönnek utána az utódokra, akikről megfelelő módon gondoskodtunk. Sad neki is munkáljunk. Legyünk bölcsek, legyünk következetesek, és azokat az értékeket, amelyeket öregeik ide telepedve, maguknak axiomába foglaltak, törvényét tettek, hagyományát tettek, szokását tettek, azokat mélyük meg. Azok kiállták az időnkormak, nem úgy, mint ez a globalista világ szemletes ideológia, amely össze akarja keverni itt a délieket az északiakkal, és a pénztőke, az
pedig ki akar minket használni. Mi ezen már régen túl vagyunk. Régen túl vagyunk, mert tudjuk azt, hogy nagy fagyfaszban mindig az arra hallások, és fejlődünk el, és szegénytenek. Nekünk gazdag, mi arra szerettünk, hogy gazdagítsuk ezt az országot. Egy csodálatos ország. De gondolják el, hogy a 298 évben milyen tragédiák érték ezt a várost. A 20. század egy gyilkos század. Háborús, békétlenség, és sok minden más, gyűlölködés. Minden bekövetkezett. Első, másik világban, Trianon, 56, gulágok, kényszertáborok, kitelepítés, betelepítés, és sorolhatnánk még. Mi 50 évet vesztettünk csak a vasfüggő miatt, az életünkben. Túléltük a magyar másik ilyen. Túléltük azt is, hogy ledaraboltak minket. Nehezen tudtunk visszaemlékezni, mert a vírus az visszatartott minket, hogy miért tudunk megemlékezni, nem tettünk tragédiát. Én úgy gondolom, hogy azok az értékek, amelyek a mi európai kereszténységünkben van, polgári gondolkodásunkban, a múlt és a szokásaink, a hagyományunk tiszteletében van, a tótságunk, a másságunk tiszteletében is, és nem értettem más, csak pontosan tótságunk, mint a másságról. Meg tudunk élni békében. Éljünk is meg, mert szükség van. Nem lehet, sokszor mondtam, úgy építkezni, hogy közben rólkodunk. Vannak ötünk manapság, véleményterroristák, befolyásolják két napjaikat, rossz kedvet kívánnak csinálni, ne hagyjuk őket, mert mi boldogan akarunk élni. Azzal a gondolattal ünnepeljük ma, hogy mi itt egyszerűen szeretnénk jól és boldogan élni. Ez pedig ez a munkához mindenkinek lehetősége hozzátenni a saját akaratát, saját cselekvését. Ezzel tudjuk gyarapítani ezt a közösséget, amely, mint mondtam, nem a város fejlődése csak, hanem a szellemi fejlődése. És őrizzük meg azokat az értékeket, amelyeket Tesedik rakott elénk, és tett elénk is kezdett el. Az oktatás, a nevelés, a kultúra. És úgy gondolom, hogy nem is állunk rosszul. Sok mindent sikerült ezek az értékből megőrizni. Ma Európa értékválságban van. Hábozik saját magában. Olyan értékeit kívánok ránk kényszerítenek, nem kell. Nem baj, éljük a magyarok életét. Éljük tovább, és benne szarvas életét, amelyben nagyon sok gazdag elem van, amely élhető, és boldog be tudni tenni hétköznapjainkat. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Ez azért megpróbált minket. Megpróbált minket ez a vírus, amely nem tudom, hogy honnan jött, ki küldte, de túléltük az első hullámot. Nincs még vége, senki sem legyen boldog, mert hogy valamitől sikerült magunkat megmenteni, mert nincs még vége. Háború, tenger, nagy károk keletkeznek, óriási tragédiák, de nekünk pedig sikerült az első harcot megvédni, mert összefogtunk. Van egy példabeszéd arról, hogy a nátszál egy gondol, a szélviharban meghajlik és eltűnik. De ha kívét vonunk belőle, akkor erős lesz és elnál a szélvivarnak, és csetőt is ad nekünk a házunk fölé. Ilyen a nád, ilyen a búza is. Ha egyszálló, azt elfújja a szél, és eltűnik. De a táblában összekapaszkodnak a búza. Szemekből kinőtt. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Most hát ebből is sikerült, ezt is sikerült túlélnünk, és bízom benne, hogy a következő napot is meg fog tudni állni. Ez pedig összefogásra van szükség. Mondatom lényege az volt, hogy az összefogással sok bajon túl lehetünk. Túl voltunk gazdasági válság, háborúban és sok egymás megalázhatása. Kedves szarvasok, sok mindent beszélhetnék még ma minden kapcsán, többek között azt is, hogy igaz, hogy 298 évesek vagyunk, de azért a gesztában szó esik rólunk, ez volt a kerüléink. És akkor beszélhetnénk a történelmi dolog, de azt kell ebből tanulnunk, amit a testi is tanítunk, a hasznosok is. És mindig legyen nyitottak az újra, befogadó, a új ismeretekre és a gazdagodás lehetőségre. Kedves szarvasok, Isten jöttesse kedves mindannyiukat, mert nem csak a városnak van születésnapja, hanem nekünk, szarvasok. Ezt pedig büszességgel tölt el.
és kívánom a jövőkben békességet, boldogulást, hitet, a reményt és a szeretetet. Ahogy szokták mondani paraszt emberek, hadd húzzál békességet, s hozzá jó egészséget, istenetesen, kedves Szarvasváros, és Szarvasváros minden polgár, jó egészséget kívánok. Védjük meg. Köszönöm, hogy szeretném. Kedves vendégek! Szarvasváros önkormányzata a 46/2009. Évi rendeletében határozott díjak, elismerések alapításáról és átadások rendjéről. Most ezeknek a díjaknak az átadása következik. A díjátadáshoz felkérem Habák Mihály polgármester urat, Molnár Etele alpolgármester urat és dr. Melis János címzetes főjegyző urat, hogy fáradjanak ki. Az elkövetkező percekben a Szarvasvárosért díj átadása következik. A kitüntetés azok számára adományozható, akik kimagasló közéleti munkát végeznek a gazdasági, tudományos, kulturális élet területén a város fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez nagy mértékben hozzájárulnak, illetve a lakosság érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet. A kitüntetés adományozását kezdeményezheti települési képviselő, a képviselőtestület bizottságai, politikai párt, civil vagy gazdálkodó szervezet vagy országgyűlési képviselő. A díja az idei évben Túri Török Tibor veheti át. Kérem, fáradjon ki! Budapesten született 1954-ben. Nyíregyházán járt főiskolára, majd Somogyban üzemmérnökként, később nevelő és óraadó tanárként dolgozott. Írással a 70-es évek óta foglalkozik. A néprajzot igen szerette, ennek szülöttje a Keszthelyi Népviseleti Baba Múzeum. A rajz, a grafika és a festészet lénye legudébb része. Középiskolai rajzszakröket vezetett, és azok közül a diákok közül sokan elvégezték a képzőművészeti főiskolát. Az utóbbi években az írás mellett szobrászattal foglalkozik. Számos köztéri műve található meg többek között Keszthelyen, Zalaszentgróton, Sárváron, Várpalotán, Budapesten és Szarvason is. Tevékenységét a Rákóczi, majd a Kossuth Szövetség aranydiplomával jutalmazták, majd 2009-ben elnyerte a Pro Kultúra díjat. Az elmúlt években több kis plasztikával, köztéri szoborral és betlehemessel ajándékozta meg párosokat is. A város életében kifejtett folyamatosan aktív, humánus és áldozatos szakmai munkája elismeréseként Szarvasváros önkormányzatának képviselőtestülete Túri Török Tibor Szarvasvárosért kitüntetésben részesíti. Tiszta szívből gratulálunk! Köszönöm. Az elkövetkező percekben a Szarvasváros kulturális életéért díjak átadására kerül sor. Az elismerés az önkormányzat döntése értelmében azoknak a civil lakosoknak, közösségeknek adományozható, akik Szarvasváros életében aktívan közreműködnek, vagy a szarvasi hagyományok őrzése területén hosszú évek óta kiemelkedő tevékenységet végeznek. Több évtizedes könyvtárosi tevékenységének, a szarvasi polgárok javára végzett kiemelkedő kulturális munkájának elismeréseként Harencsárné Liska Mária Szarvasváros kulturális életéért díjat kap. Thank you.
Az elkövetkező percekben pedagógiai díjak átadására kerül sor. Az elismerés azoknak a személyeknek, közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültség alapján élen jártak az újszerű pedagógiai módszerek kidolgozásában. A díj adományozását a Képviselőtestület Oktatási és Közművelődési Bizottsága, valamint Ifjúsági és Sportbizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb 5 díj adományozható. Több évtizedes, kiemelkedő óvodapedagógusi és eredményes vezetői tevékenységének elismeréseként pedagógiai díjban részesül Cserkusné Samuel. Nevelő munka területén elért kiemelkedő eredményei, évtizedeken át tartó példamutató és lelkiismeretes szakmai munkássága, iskolaigazgatói tevékenysége elismeréseként pedagógiai díjat vehet át Grünwald Béla. Pedagógiai díjjal köszöni meg Szarvas városa több évtizedes kiváló középiskolai tanári munkáját, kiemelkedő nyelvoktatási eredményeit Pécsváradiné Tóth Anikónak. A város azoknak a munkáját is elismeri, akik a turizmusnak szentelik életüket. Szarvasváros turizmusáért adományozható azoknak a gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és azok tagjainak, akik a város turizmusáért kiemelkedő munkát végeznek. A díj adományozását a képviselőtestület ügyrendi, közbeszerzési, turisztikai és környezetvédelmi bizottsága, valamint szakmai civil szervezetek kezdeményezheti. A városunk turisztikai vonzerejét jelentősen növelő Körösvölgyi Állatpark alapításának és fejlesztésének elismeréseként a Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága Szarvasváros turizmusáért díját veheti át. A díját dr. Tirián László igazgató úr veszi át. Képviselőtestület döntése alapján kiemelkedő turisztikai szolgáltató vezetőjeként a város idegenforgalmának fellendítése érdekében folytatott munkásságáért méltó Szarvasváros turizmusáért díjára Lipták Mihály.
Végül a Szarvasváros gazdaságfejlesztéséért díj átadására került sor. Az elismerés azon gazdasági székhellyel rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és azok tagjainak adományozható, akik a város gazdaságának fejlesztéséért kiemelkedő munkát végeznek. A díj adományozását a képviselőtestület pénzügyi és gazdasági bizottsága kezdeményezheti. Minden évben egy díjat adok ki. Idén fél évszázadot is meghaladó vállalkozói tevékenységének, kiemelkedően magas színvonalú munkájának és az utánpótlás nevelése során elért eredményeinek elismeréseként Szigeti Pál meheti át a gazdaságfejlesztését. Tisztelt megjelentek! A képviselőtestület korábbi döntése értelmében az elismeréseket a múlt év óta egy helyen két ünnepi eseményen adják át. A közegészségügyi, a közszolgálati, a védelmünkért, a szociális tevékenységért díjak, a Szarvasváros ifjútehetsége díjak és a közművelődési díjak majd augusztus 20-án az államalapítás napján kerülnek kiosztásra. Megszokhatták, hogy a kitüntetettek munkásságáról szóló hosszabb kiadvány is elkészül, de mivel két részre osztottuk az ünnepséget, ezért azt majd az augusztusi ünnepség után vehetik kézbe, akkor készül el a kis kiadvány és a nagykönyv is. Kedves megjelentek! Ezzel a város ünnepségünk templomi része véget ért. Megkérem Önöket, hogy fáradjanak majd ki az új templom előtti letelepedési emlékkőhöz, ahol koszorúzásra kerül sor. Ezt követően a kitüntetettek fogadják a gratulációkat, egy csoportkép is készül, illetve tiszteletükre pohárköszöntőt mond Babák Mihály polgármester úr. Mindemellett a település önkormányzata egy kis ajándékkal, a város tortájával is kedveskedik a helyszínen, ezért kérjük, ha tehetik, maradjanak velünk, ünnepeljenek, beszélgessenek egy kicsit. Thank you.
Thank you.